Végre valahára megjelent a PlayStation 5, és ha minden igaz, akkor már vannak is olyan szerencsés halandók, akiknek sikerült beszerezniük a konzolt. Ám mielőtt még ezek a mázlisták nekiesnének a várva várt játékaiknak, érdemes fontolóra venniük a PS5 olyan beállításait, melyekre a rendszer nem igazán hívja fel a figyelmet, de amik mégis fontosak lehetnek bizonyos felhasználók számára. Ebben a videóban 8 ilyen opciót fogunk bemutatni. A DualSense kontroller beépített mikrofonja jól jöhet, ha még nem sikerült beszerezni a kinézett fejhallgatót, vagy ha valamilyen oknál fogva egyáltalán nem tudunk ilyenre szert tenni. A DualSense beépített mikrofonjával csak annyi gond van, hogy mikor bekapcsoljuk azt, a rendszer automatikusan leveszi a leggyengébb fokozatra a vibráció és az adaptív ravaszok erősségét. Az új kontroller legjobb újdonsága a haptikus visszacsatolás, ezt viszont nem tudjuk teljesen kiélvezni, ha be van kapcsolva a beépített mikrofon. A DualSense alapvetően úgy van beállítva, hogy sosem kapcsol ki magától, még akkor sem, ha nem használjuk. A beállítások menüben viszont megmondhatjuk neki, hogy térjen nyugovóra, ha 10, 30 vagy 60 perc elteltével sem nyúlunk hozzá. Ezzel a megoldással sok-sok töltési időtől megkímélhetjük magunkat. Ha nincs kedved minden egyes új játék elindításakor kiválasztani a preferált beállításaidat, például nehézségi szint, grafikai üzemmód vagy kameramozgás, a PS5-nek van erre egy megoldása. A mentett adatok és játék per alkalmazás beállításai menüponton belül a játék előbeállítások opció alatt akár még a magyar hangot és feliratot is előre be lehet állítani. Már amennyiben a játékok rendelkeznek ilyennel. A PS5 felhasználói felületének egyszerű, de elegáns új megoldása, hogy némileg megváltozott a DualSense kontrolleren a PlayStation gomb funkciója. A megnyomásával sávként ugrik fel a képernyő alján az irányító központ, ha pedig nyomva tartjuk, a főmenüben kötünk ki. Természetesen egyik módszer sem zárja be az éppen futó játékainkat. A kontrolleren azt is meg lehet változtatni, hogy mit csináljon a Create gomb. Alapjáraton egyszerűen csak lefényképezi a képernyőnket, a menüben azonban meg lehet neki mondani, hogy screenshot helyett videófelvételt készítsen, beállítástól függően akár egy órán keresztül is. Ha szereted tudni, hogy az életedből hány órát szántál rá egy-egy videójátékra, akkor ezt a PlayStation 5 főmenüjében megnézheted. Itt választ ki az avatárodat, majd a profilodat, végül pedig a játékaidat. Itt láthatod, hogy mennyi időt fektettél eddig a játékaidba, és hogy hány százaléknál jársz bennük. És még a barátaid tevékenységét is meglesheted. Így megtudhatod például, hogy igazából hány be nem vallott órát töltöttek el a Bugsnax nevezetű mesterművel. Ha pedig volt PS4-ed, azt is megnézheted, hogy azon mennyi időt fordítottál egy-egy játékra. A PS5 alapbeállítása miatt az értesítések általában nem ugranak fel videók, közvetítések, sőt még játékok közben sem. Videózás és közvetítés alatt talán tényleg nem szeretnéd, hogy értesítésekkel zaklassanak, de játék közben azért lehet, hogy kíváncsi lennél például a kívánságlistával kapcsolatos fejleményekre. A PS5 menüjében alaposan be lehet állítani, hogy mikor és miről kap értesítést. A mentett adatok és játék per alkalmazás beállításai menüponton belül találtok egy olyan beállítást, melynek segítségével megóvhatjátok magatokat a spoilerektől. Ami jól jöhet, ha esetleg a PSN-es barátaitok küldenének meg gondolatlanul egy spoileres képet. De ha nem zavar az ilyesmi, akkor ki is lehet kapcsolni az összes védelmi mechanizmust, és garantáltan ellőnek majd neked minden fordulatot. Szerintünk ezt a 8 funkciót érdemes alaposan áttanulmányozni a PlayStation 5 konzolokon. Kihagytunk volna valamit? Nosza, osszátok meg velünk a kommentekben. Legközelebb újra találkozunk, addig nézzétek meg a PS5 tesztünket, ha még nem tettétek volna. Sziasztok!